Hölgyeim és uraim, köszöntjük Önöket itt Csengelén a sportpályán, egy különleges mérkőzésen, ahol a magyar öregfiú válogatott a Csengele csapatával mérkőzik. A félidő kétszer 35 perces lesz, tehát mármint egy félidő 35 perces lesz, a mérkőzés kétszer 35 perces lesz. Hamarosan jönnek a csapatok a pályára, vége a bemelegítésnek, és reméljük, hogy egy jó és gólgazdag mérkőzést láthatunk. Kérem szurkolóinkat, hogy támogassák mindkét csapatot ezúttal, nem csak a hazai Csengelét, hanem az öregfiúk gárdáját is, amelyben számos remek futballista lép pályára. A mérkőzés előtt majd, mint a nemzetközi mérkőzéseken, a váltott mérkőzéseken elhangzik a magyar himnusz, így megkérem kedves szurkolóinkat, hogy majd amikor felcsendülnek az első taktusok, álljanak fel, és közösen énekeljük el majd a magyar himnuszt. Hölgyeim és uraim, megkérem Önöket, hogy álljanak fel, hiszen következik a himnusz, és énekeljük közösen a nemzeti himnuszunkat. És uraim, szeretném Önöknek bemutatni a magyar öregfiúk válogatott játékosait. Egyes számmal Vida Máté a kapuban.
4-es számmal Guzmic Riát, 27-szeres magyar válogatott, 8-döntős a magyar válogatott színeiben a 2016-os labdarúgó Európa-bajnokságon. 14-es számmal Telek András, 24-szeres válogatott a Ferencváros színeiben, 7-szeres bajnok és kupagyőztes, szerepelt a Fradi bajnokok ligája főtábláján játszó csapatában. 3-as számmal Somogyi Tomás, 10-szeres magyar válogatott a Dunaferra Vasas, Ferencváros és az Ajax jó játékos a többek közt. 13-as számmal Völgyi Dániel, aki Szegedről indulva a Vasas, az Újpest, a Győr és a Debrecen játékosa lett, volt válogatott kerettag, magyar bajnok a Győr színeiben. 21-es számmal Rósa Dénes, 10-szeres magyar válogatott, BDSZ Győr, Dunővár, a Fűtes Ferencváros, valamint Külföldön is szerepelt magyar bajnok játékos. 8-as számmal Weber György, 3-szoros válogatott a Szeged és az Újpest, majd a Hapoel Haifa játékos, a 2-szeres magyar bajnok, 1-szeres kupa és szuperkupa győztes. 11-es számmal Arany László, 3-szoros válogatott, magyar bajnok és bronzérmes, MB2-es bronzérmes és gólkirály, többek között a Tatabánya, a Debrecen, az FTC és a Kispest Honvéd csapatában szerepel. 15-ös számban Tökölő Attila, 25-szoros válogatott, Pécs, Dunaper, Ferencváros, Elszerencék, Köln, Paks, Kátélye. 2-szeres magyar bajnok, MB2-es bajnok, ezüstérmes, kupagyőztes, a Dunaferben 166 mérkőzésen 104 gólt szerzett. 23-as számmal Farkas 2, Balázs, 3-szoros felnőtt válogatott, a Nyíregyháza, Dunamo Kijev, a Videoton és a Debrecen játékosa, 2-szeres magyar bajnok a Debrecenben és a Győrben, valamint ugrán bajnok a Dunamo Kijev csapatában. 10-es számmal Keresztúri András, 20-szoros magyar válogatott, az FTC és az MTK mellett a Karmalá csapatában játszott, idegenben, külföldön pedig az Ausztravén és a Szlován Bratislava játékosa volt. 5-ös számmal Kont Zsolt, vendégjátékosként szerepel a csapatban. 16-os számmal Kis Tamás, a Reac, a Budaörs, a Vasas és a Ceglét korábbiosan szerepel. 21-es számmal Egressy Gábor, 21-szeres magyar válogatott játékos, az Újpest, az MTK, az ETE és az Admira Wacker csapatában játszott. A 96-os olimpián a magyar válogatott tagjaként szerepelt az olimpiai játékokon. 24-es számmal egy újabb vendégjátékos, Balázs Pál, fonogram és számból díjas énekes, aki 16 lemezzel rendelkezik ezek közül. Több aranylemez lett a magyar színész és zenész válogatott tagja, aki itt az öreg fiúk válogatottban is szerepel, és szeretnék bemutatni a magyar öreg fiúk válogatott stábját. Hatalmas tapsot kérek a 81 éves Dunai Antal úrnak, aki 31-szeres állított az esélyt, az 58-ban olimpiai bajnok volt, 72-ben pedig olimpiai ezüstérmes, 72-es Európa-bajnokságon 4. helyzet magyar váltott tagja, európai ezüstcipős többszörös magyar gólkirály. A csapat edzője Gellei Imre, szövetségi edző, aki korábban az ET, a Rávajtól, a Vasas, az Öntikális, a Ferencváros edzője volt, 2001-től 2003-ig 23 mérkőzésen dirigálta a nemzeti csapatot. A csapat másik edzője Csank János, mesteredző, aki 2-szeres magyar bajnok a Vác és az FTC edzőjeként, magyar kupagyőztes a Békés Csaba csapatával, a Váccal pedig még 2-szeres bajnoki ezüstérmes volt. Szeretném bemutatni Temesvári Miklóst, FIFA instruktort, edzőként magyar bajnoki ezüst és bronzérmes a Tatabánya csapatával, az Újpest együttesével 2-szeres magyar kupagyőztes, Kek negyed döntős lett csapatával, az Újpesttel 2010-től mesteredző, és a stáb tagjai ifjabb Bazsánt József csapatmenedzser, Koltai Zoltán csapatmenedzser, Dr. Nagy Géza csapatorvos, Honda Sándor masszőr és Hegyesi Gábor szerelés felelős. Nagy tapsot kérek még egyszer a magyar öreg fiúk labdarúgó váltatnak és a stábnak. Pillanat és megtalálom a Csengele, a hazai csapat összeállítását is. 1-es számmal Mindák József csapatkapitány, 2-es számmal Kovács Zsolt, 3-as számmal Kócsó Dániel, 4-es számmal Miklós Ferenc, 5-ös számmal Baranyi Ádám, 7-es számmal Frank Attila, aki a játékos edző is egyben, 8-as számmal Bencsik Dominik, 9-es számmal Versegi Zsolt, 10-es számmal Pignicki Tibor, 11-es számmal Konc Robert,
12-essel Cseráti Dániel, 13-assal Balog Ádám, 14-essel Fülöp István, 15-essel Bitó István, 16-essel Széchenyi Árpád, 17-essel Kovács Ernő, 19-essel Tóth Szilveszter, 21-essel Tutó Romeo, 22-essel Jakab Máté, a csapat sportigazgatója Kun Tibor. Hölgyek, urak, a mérkőzés játékvezetője Combos Zoltán, segítői pedig Biskovics László és Fekete Bálint. Köszönjük szépen a csengelei fuvolzenekarnak, és akkor hamarosan megkezdődik a mérkőzés. Jó szórakozást kívánunk minden kilátogató szurkolónak. Hölgyeim és uraim, ünnepélyes kezdőrúgás is lesz a mérkőzés előtt. A kezdőrúgást elvégzi Kun Szabó Tibor, a csengelei futballpápa, aki 1990-ben indította újra a csengelei labdarúgást, majd 1991-ben megalapította az egyesületet. Egy időben volt játékos, edző, szertáros, menedzser, pályagondok, azaz ami csengelén a labdarúgás, az Kun Szabó Tiborról szól. Egy hatalmas tapsot kérek annak az embernek, aki miatt létrejött ma ez a mérkőzés, és ez a csodálatos öltöző, Kun Szabó Tibor! Thank you.
támadásra. Thank you.
Hölgyeim és Uraim, 1-0 arányban vezet a magyar öreg fiú, támogatott a gólszerző 16-os számban játszó Kis Tamás. Thank you.
Ehi, Tony! 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 Ehi, Tony!
Köszönjük egy kicsit a hazai csapatot, mert úgy látszik, hogy a magyar öreg fiúk vállalkozott nagyon jobban állt a szemlékezés irányítását. Egyre több helyzethez jutnak a vállalkozott játékosok. Hajrá, Csengele, hajrá, fiúk! Persze hajrá vállalkozott is. Gyere, mi van?
szintén a magyar váltott büntetőhöz jutott, véleményes büntetőhöz jutott, aki ezen az oldalon van, azt mondja, de a játékvezető befújta, így a ledett labda mögé Weber György áll. A Csengele kapujában pedig Mindák József. Magyar öreg fiúk válogatott, a második gól szerzője a 8-as számon játszó Weber György. A mérkőzés állása 2-1, a magyar válogatott javára a Csengele első góljának szerzője, 5-ös számmal játszó Baranyi Ádám. Na még egyszer, Baranyi Ádám! Baranyi Ádám! Yeah.
hölgyeim és uraim, megjelentett a Csengely csapat a golfhoz, a 9-es számon játszó Versegi Zsolt. Na még egyszer, Versegi! Versegi! Köszönöm. És véget is ért az első félidő. 2-0 arányban vezetett az öreg fiúk, Válkeca, az első félidő utolsó 5 perce a Csengelyi csapatnak. Sikerült jobban így 2-2-es döntetlenben ért véget az első játékrész. Egy 10 perces szünet után folytatódik a mérkőzés a második játékrésze. Egyébként pedig hölgyek urak, felhívom a figyelmeteket arra, hogy itt a belátó mellett jobb oldalra, bal oldalra pontosabban a Dunai Antal önéletrajzi könyvét lehet megvásárolni, és Anti bácsi személyesen dedikálja is, ha kéritek. Ezt az amelet adta ki Anti bácsi 80. születésnapjára, ami tavaly történt meg, szóval menjetek oda nyugodtan, vásároljátok meg ezt a könyvet. Érdekes, izgalmas történetek vannak benne, mint a Anti bácsi, mint pedig a magyar korábban. Természetesen büfé is üzemel ott, ahol a leglilább ez a remek. Maradjon belőle! Ezt kereskedje!
Gólt szerzett a magyar öreg fiúk válogatott, a gólt szerzett 11-es számmal játszó Arany László. Mondunk Arany. Találkozása 3-2 az öreg fiúk válogatott javára. Yeah.
Thank you.
4-2 arányban vezet a magyar öregklub, váltott a gólszerző, 15-ös számon játszott Tököli Attila. Hölgyek, urak, ne csökkedjünk, az első főgömen is így volt, hogy 2-0-ra meglépett a válogatott, aztán pedig szárnyakat kapott a csengelei legénység. Elnézést. Így bízhatunk benne, hogy látunk még csengelei gólokat is. Hajrá Csengele, hajrá fiúk, hajrá válogatott! Thank you.
10 kené. Kettőre ezett a magyar öregfiúk válogatott. Második gólját szerezte a 15-ös számon játszó Tököli Attila.
6-2-re vezet a magyar elek jó válogatott. A gólszerző 23-as számon játszó Farkas 2 Balázs. Tapsot megérdemel mind a két csapat, halljuk. Tapsoljuk meg a fiúkat, hiszen azért szép játékot láttuk a második félidőben. Kitudorodott az öreg fiúk válogatott fölénye, hiszen 2-2-es fél idő után 4 góllal terelték meg a Csengere kapuját, így 6-2 lett a vége. Köszönjük a magyar öreg fiúk válogatottnak, hogy eljöttek ide Csengelére. Még egyszer elmondom az öreg fiúk válogatott névsorát: Kis Tamás,
Vida Máté, Guzmics Riád, Telek András, Sovumbi Tomasz, Völgyi Dániel, Rósa Dénes, Péber György, Arany László, Tököli Attila, Farkas Kettő Balázs, Keresztúri András, Koncs Zsolt, Egressi Gábor, Balázs Pál, a stáb pedig Dunai Anka, Gelei Imre, Csank János, Temesvári Miklós, ifja Bazsánt József, Koltai Zoltán, dr. Nagy Géza, Honda, Sándor és Hegyesi Gábor. Hölgyek, urak, egy nagy tapsot kérek a magyar öreg fiúk labdarúgó válogatottnak és a stábnak. Reméljük, hogy jól szórakoztatok itt Csengelén. Kifelé menet még itt a könyves sátorban úgymond Dunai Antal önéletrajzát meg tudjátok vásárolni személyesen az olimpiai bajnok Dunai Antaltól, aki ezüst is bronzszikő is volt annak idején, valamint az újpesti Dózsa és a magyar labdarúgó váltott kiválósága volt. Ha szomjasak vagytok, akkor a büfében is megtalálhatjátok a számítást, akinek pedig van lila karszalagja, az a sátorban találja meg a büfét, és utána a vacsorára, és szívesen vendégül látjuk őket. Az pedig itt a csengelei utánpótlás gyerekeken látszik, hogy mit jelent számukra ilyen klasszisokkal találkozni. Remélhetőleg egy 20-25 év múlva akár innen Csengeléről is kikerülhet egy olyan labdarúgó, akire későbbiekben büszkék lehetnek itt a faluban, akár az NB1-ben, NB2-ben, vagy még magasabb osztályban is. Tényleg köszönjük a válogatottnak, hogy megtisztelte a felkérést és elfogadta ezt a meghívást. Remek játékot láttunk, köszönjük szépen!